Ételek és italok az emberi kapcsolatokat bensőségesebbé teszik, valamilyen láthatatlan, de mégis létező kapcsolatot, emberi kötődést hoznak létre. Az együtt fogyasztott étel és ital önmagában is ünnepi hangulatot teremt. Különösen akkor, ha az asztaltársaság teljesebb, nagyobb a megszokottnál. Ezért is igyekszünk mi is minden évben 2006 óta összejönni, mi kárpátaljaiak, hogy beszámoljunk egymásnak sikereinkről, családjainkról, személyes, pozitív és negatív élményeinkről, gondjainkról, terveinkről. Jó alkalmak ezek arra is, különösen most a háború árnyékában, hogy tudjunk egymásról, tudjuk, ki hol tud segíteni a másikon. A meggyengült barátságok megerősödnek, olyan barátságok is létrejöhetnek, melyek eddig nem voltak. Ezért is ragaszkodunk a mi kis ünnepünk minden évben való megrendezéséhez. Bizonyítjuk, hogy a mi közösségünk mit tud tenni a kultúra, a hagyományőrzés érdekében egy olyan időszakban, mikor szembe kell nézni a munkanélküliséggel, a pénztelenséggel, az elvándorlással, a továbbvándorlással. Azt, hogy most mégis ennyien itt vagyunk, azt bizonyítja, hogy közösségünk hagyományai talaján újra tudja fogalmazni önmagát, bizonyítani tudja megmaradásának társadalmi, kulturális, erkölcsi ösztönzőit. Ezért szeressük ezt az ünnepet, és ragaszkodjunk hozzá. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jó étvágyat, jó szórakozást, és viszlát jövőre. Köszönöm szépen! Kedves hölgyek, urak, kedves barátaim! Ne csak a nők szóljanak, férfiak is. Jussunk szóhoz. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket, hogy részt vettek ezen a találkozón. Ahogy évente bővül a kis csapatunk, új barátok jelentkeznek, jönnek és össze tudunk jönni évente egy kis találkozóra. Még egyszer meg szeretném nektek köszönöm, hogy itt vagytok, érezzétek jól magatokat. A mai esti programról szólnék egy szólt, a Ferenci Duo zenekar fogja szolgáltatni a zeneit. Kérek egy tapsot nekik. Utána még Vasné Oláh Ágnes, énektanár, karnagy, Záhonyváros díszpolgára, a magyar kultúra lovagja, a kárpátaljai magyar ünnepélyes állampolgársági eskütételének rendszeres szereplője. Kedveskedik nekünk egy pár szép nótával. A Tamás és Marica fog nekünk egy nyitótáncot táncolni. Utána a vacsora. Utána jól érezzük magunkat. 10 óra környékén lesz a férfiaknak egy kis meglepetés. 11 órakor pedig... 11 órakor pedig vacsora töltött káposzta, hurka, kolbász és toros káposzta áll a rendelkezésetekre. Tehát kellemes szórakozás, jó időtöltés kérek és jó bulizást. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megtisztelt benne.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép estén. Először dr. Sándor Jenő, Magyarok szép hazája, Ákom Lajos, Adj Uramisten, végül pedig két csárdással szeretném zárni a műsoromat. Kérem, fogadják szeretettel, mint amilyen nagy szeretettel én adom önöknek. Ün ott Tisza partján kolombol a nyáj, tikkadt bokor alján juhász korujján, zúg a harangszó, sodorja a szél, ős régi földről gyönyörűt mesél. Magyarok Még az ég.
Köszönöm!
Emlékszem, még az édes nyár, kezemben fogtam a kezét. Úgy remegtem akár a nyárától, én sem suttogtam a nevet. Hová lesz minden, ott és a szerelem. Köszönet a boldog éneként,
köszönet a sok-sok mindenit, és azért, hogy bármiáron nem értem maradtál. Köszönet a boldog énekén, köszönet a sok-sok mindenit, sok ismeret életem, ezt jól tudom ma már. Köszönet a boldog énekén, köszönet a sok-sok mindenit, és azért, hogy bármiáron nem értem maradtál. Köszönet a boldog énekén, köszönet a sok-sok mindenén, csak is nem érhetem, ezt jól tudom ma már. Köszönjük szépen, egészséggel használják mindannyian, és következik egy kis Neotron Family. Hányát jövünk, lassú, de mégsem most ne. Házigazdája, aki biztos,
biztosította ezt a tény díszletet, a vacsorát, és hogy jól érezzük. Köszönöm szépen! Ezeket még nem tudod, ez már!
Az minden ez a két dolog, az egyére nagy
Köszönjük szépen! Nem tudom, csak nekem van már nekem. Ismét egy kedves kívánsággal folytatjuk. Itt a kék, ott a kék. Vagy itt a piros, ott a piros. Kics! Szép a szeretnél, visz a szép a kéket. Szeres kérlek, te is tudj, ahogy a vétége. Jóban vagyok sléket, mint a nap az ége. Let's go.